Egy 28 éves nagymágocsi lakos megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy betört egy turkeve ABC-be. Az üzletből közel 18 ezer forintot, több csomag édességet, arceszt és szeszes italokat vitt el. A bolt megszólalt, ezért a rendőrök azonnal indultak. A bűncselekmény helyszínének közelében fülelték le a tettest, aki hamarosan a nyomozók asztalánál vallott cselekményéről. A férfi elmondta, hogy a betörést követően meglátta a rendőrautót, ezért lefordult egy úton, és egy parkoló gépjármű kerekénél rejtette el a lopott értékekkel teli sportáskát és a pénzt. A nyomozók a kutatás során mindent megtaláltak. A férfi nem ismeretlen a rendőrök előtt, hiszen korábban már más esetek kapcsán is gyanúsítottként hallgatták ki. Előbbi alkalommal egy gyújtás kapcsolóban felejtett indítókulcs segítségével hajtott el egy túrkevén álló gépkocsival. Az autózánsa a vízelvezető vezető árokban ért véget, ugyanis a férfi balesetet szenvedett. Utóbbi esetben szintén egy járműben felejtett indítókulcs könnyítette meg a dolgát, akkor mezőtúron kocsikázott, majd hátrahagyta az autót. Mindkét esetben jármű önkényes elvétele büntet miatt hallgatták ki. A nyomozók a bűnügyeket egyesített eljárásban vizsgálják.